Ja, már ugye a kultúránál tartunk. Igen, magas szinten van nálunk a népművészet, önök is tudják. Az emberek imádnak szavalni, imádják a verseket, ezért ilyen szavaló kórusokba tömörülnek, és ott szavalnak. Na, olyan sokan vannak, hogy szép kis kultúrházakban nem férnek be szavalni, ezért kimennek a futballpályára, és ott szavalnak kórusban, igen. Örülök, hogy értjük egymást már így is. Azért idéznék egy-két kis költemény részletet, mielőtt még megjelenik kötve-fűzve, mert szerintem kiadják. A legkedvesebb kis versikém így hangzik a kórustól, azt mondja, hogy hú-ha, anyád! Hú-ha, anyád! Hú-ha, anyád! Népművészet, ugye? Bravo! És a televízió, mint tömegkommunikációs akármi, ezt a kis versikét, hogy anyád, ezt élő egyenesben közvetítik. Tudják miért? Anyák napja nemrég volt, kapják meg. Persze. Ugyanis... Persze. Mert ugye a vállalattól kapnak egy üveg kinizsit, két szendvicset, egyik száraz, másik szárazabb, ugye? Televíziótól kultúrműsor, anyád! Bravo! Az a szomorú kérem, hogy a szurkolók lesüllyedtek a labdarúgás színvonalára. Len, együtt vannak, most egymás vicsék. Kész. Világ, mert aki nem ilyen, hát az már évek óta ki se jár. Hát ezért nincs néző. Szepesi György mindig mondja, hogy hallgatóink, nincs van a néző, jöjjön, többen jöjjenek ki, többen jöjjenek, nincs néző, miért? Futball van, nincs néző. Hát miért volt a néző hiányzik neki? Ne? Na a másik ilyen kis versike, mikor valaki netalántán elesik, akkor mondják, hogy földet reál, földet reál. Aranyos, mi? Tényleg. Szeressük egymást, gyerekek! Szép! És a másik, amikor ilyen személynek szólóan megy a versike, amikor mondják a bíró sporttársnak, hogy hülye vagy, hülye vagy, hülye vagy! Erre jön a bíró úr. Ha nem lesz csened, finoman mondja, ugye, nagyon mélyen tisztelt, a üvöltők megsértődjenek, ugye, mert hát világos. Megvan a jegyük. Azért lehet anyázni. Persze, benne van a bilétában. Na, az a bíró mondja, hogy le fogom fújni a mérkőzést. De nem fújjam le. Nem meri, gyáva. Én egyszer-kétszer lejöttem a színpadról, ő nem fog lejönni. Hülye vagy, és tovább megy, és akkor még ilyen büszkén fut körbe, így, hogy én vagyok a hülye, így megy körbe. Én még ilyet nem láttam. És kérem, ha jól tudom, ezt a hülyézést körülbelül 35-40 forintért tűri el. Hát akkor rendben van, akkor... Aki ennyire eltűri, még többet kéne neki mondani, hát nem? Na aztán szóval mondom, itt tart a kis publikum, és utána pedig a mérkőzés után minket úgy etetnek szépen, sajtó, rádió, minden a világon. Igen. Kicsit most fitoktattam magamat, hogy mondtam, hogy rádió, hát... Nem, tényleg, szóval azért ez kellett, hogy tanuljak, mert Vitra is mondta, hogy műveljem magam, aztán... De tényleg, szóval beláttam, igaza volt, és... Most már műveltem magam, megtörtént, most már kész minden, úgyhogy... Nem mondanám, nézzen rám, hát azért ez már csak már, ugye? Persze. Beiratkoztam ilyen protekcióval, ilyen önkéntes tűzoltó tanfolyamra. Kell az, higgyék el, kell az. Most már belátom, kell. Egyébként komolyra fordítva a szót, az igazság az, hogy én voltam tulajdonképpen a hibás, mert bementem a Vitrai utcájába. Hát én nem tudtam, hogy az ő utcája zsák utca.
Nem lehet poént mondani. Hát akkor, akkor mi? Érdekes. Marosán elvtársnak szabad volt poént mondani. Egyébként... Azért Marosán elvtárs a nevemben is kicsit törlesztett azért. Talán még emlékeznek rá, amikor úgy röhögt... Elnézést kérek, azért még nem teljesen kupálódtam ki. Úgy akartam kifejezni magam, hogy kacagtam oly annyira, amikor mondta a Marosán elvtársak Vitrainak, hogy ide figyeljen, Vitrai! Az is tetszett nekem, amikor előlegezte neki a bizalmat, hogy nézze maga, van olyan művelt ember, hogy megérti. Na mindjárt, szóval mondom, ki vagyok teljesen kupálva most már, rendben van. Hát, kérem szépen, mondom, a sajtó és a rádió, előbb már említém, etető szöveggel mindig így jön a mérkőzés után, amikor van kupa szerda, meg kupa szombat. Tudják, mit jelent? Kimennek a stadionba, de kupával így... Megy a sör, megy a sör. Ezért kupa, mert a futball miatt. Na nem érdekes. Emlékezzenek vissza, volt a közelmúltban ez a jugoszláv magyar teljesen barátságos mérkőzés. A jugo magyaron, hogy figyeltem, egy dolog volt teljesen felesleges, a labda. Minek? Hát olyan jó megvoltok a nélkül is, nem? Kiúztuk a gyufát, na, azt mondja utána egy-két szakember, hogy én a mérkőzéssel elégedett voltam. Hát, ha már a kispadon ülnek, miért nem nézik meg? Hát tényleg, tehetnék, ugye? Na, aztán a sajtó meg másnap reggel, jön a szöveggel, másnap utrom. Hely, csak úgy jön belőle, mi? És még visszafogom magam, gondolj el, majd hogy fölengedek, szépen akkor majd ez csak más, hogy egy kicsit legerebben, meg minden. Na, sajtó másnap reggel kezdi a szöveget, hogy ez az, a fiúk mindent megtettek. A küzdőszellem, meg júj, meg hű, meg volt, amelyik már futott is, meg minden. Adjam már. Miért kell minket etetni, ugye? Miért kell? A rádióban pedig Szepesi György egyik csatárunkkal karöltve egy órán keresztül magyarázta, hogy nekünk a döntetlen Ausztria ellen miért volt jó. Nem volt jó, de megmagyarázta. Éven. Hát én a csatárt idézném szó szerint. Azt mondja, ez az volt a voltak, amikor igen, a Rudi bácsi, amikor mondta Rudi bácsi, és amikor ötten állta el a Rudi. Eddig tudják követni, eddig az? Na jó, csak ugye, hogy tudja mégis, hogy... Na, az, hogy az volt, akkor azért nem győztünk, mert akkor az volt a baj, hogy a kapufa... Most figyeljenek, most oda meredek. Szóval azért nem győztük, mert a kapufa az henger alakú volt, és nem szögletes. A riporter mit mondott? Így van. Ezt kérem, azt jelenti lefordítva, hogy futballberkekben minden vezető a helyén van, mindenki ért hozzá, kapufa a hibás. Az a hülye akác, az. Hát én, ki kéne rúgni, nem? Persze már ki akarták rúgni. Emlékezzenek vissza, mondta egyik riporterünk a egyik körkapcsoláson, Zalaegerszeg MTK találkozón. Azt mondja, kedves hallgatóink, a két MTK játékos egymást zavarta a kapu elrúgásában. Még szép, mi? Nem zavarja, már nincsen kapu. Hát én... Na meg aztán még mondott valamit a csatár. Azt mondja, és az is volt a baj, hogy a lövésem... Az az egy. Számoltam. Az az egy, azt mondja, ha egy arasszal lejjebb megy, akkor nem fölfele pattan, hanem lefele, és akkor győzünk.
Hát kérem, erről az araszra jut eszembe. Nagyapámtól tudom, aki Szabó. Igen, elvtársi Szabó. Jó van akkor, Úrina, jó van. De finnyásabb. Azért mondtam, hogy elvtársi, mert itt több munkája van. Szóval, én nagyapámtól tudom, hogy ha a Szabó a gomblukat egy arasszal hosszabbra vágja, az már zseb. Úgyhogy ez van. De kérem, egyébként egyszerűen nem értem, hogy miért kell minket etetni, miért kell, ugye? Egyébként nem tudom, hallották-e, hogy a vízilabda válogatott. Nem mondanám, tessék nekem elhinni, világbajnok lett. Na és a sajtó tényleg, szóval le a kalappal, hatalmas lelkesedéssel hallgatta ezt el. Szóval, de egyébként én értem is. Tehát tényleg, hogy valaki világbajnok, és akkor mi van, nagy dolog, ugye? Majd, ha megverik, kérem, a 8-1-re a ganz mávagot, majd lesz vezércik, ne féljenek, az biztos, hogy már. Meg a másik, olyan apropó még a vízilabda. Nem azért mondom, mert most itt vannak, hanem mert úgyis elmondtam volna, tegnap is elmondtam. Azt hittem, tegnap is jönnek. Már mindegy, nem érdekes. Szóval, van nálunk ilyen nagyon érdekes, ferde, furcsa felfogás, mindig mondják, amikor a valamilyen szovjet csapattal játszunk, hogy a magyar csapatnak le kell feküdni. A kis agyammal valamit nem tudok felfogni, kérem, hogy miért mindig a fiúknak kell lefeküdni? Nem? A többinek miért nem kell? Majd de zsenánd, mi? Például Balcó miért verhette meg a szovjet fiút? Nem tudta, hogy szovjet, ne vicceljen már. Hát ide volt neki írva a mellére, hogy cö-cö-cö-cö-pö. A Balcó azt tud olvasni, ne vicceljen. Vagy például, tegyük fel, hogy le kellett feküdni, tegyük fel. Akkor viszont a fiúknak a belgák ellen miért kellett lefeküdni? Kelet-belgák, vagy miről? Ögyem már. Etetés. Ez van, nálunk a futballról van szó, akkor mindig mindent megmagyaráznak, és mindig mindent kiharcolnak. Nem tudom, megfigyelték-e, például, ha mondjuk valahol a községben nincs járda, akkor azt mondja a Górékám, kiharcoljuk! Hát kérem, nagyapámtól tudom, aki kömélyes, A másik. Igen, két nagyapám van, igen. Mit csináljak? Fussa. Illetve tya, vagy illetve csa, mindegy, szóval. Ezt majd még át kell vennem. Na. Szóval a nagyapám, aki kömélyes, szabad kömélyes, most már. Én nem volt mindig az, nem. Nem volt nagy bűne. Megnézte, hogy mennyi az idő. Csak azt a baj, hogy hazavitte az órát. Hát ugye... Na mindegy. Nagyapámtól tudom, hogy a járdát azt nem harcolni kell, hanem betonozni. Erre nem jönnek rá. Hát én még... De még a trösznél sem. Hát én még ilyet nem látom. Na mindegy, akkor mondom tovább. Hát szóval, hölgyeim és uraim, a másik variáció, amikor mindent kidumálnak, van egy ismerősöm, aki abból él, hogy előadásokat tart, hogy hogyan kell cipőt készíteni. De cipőt még a norma életben nem csinál. Csak löki a süketet. Viszont a Schuster, aki a cipőt készíti effektíve, sőt, volume. Csak azt tudnám, ez mit jelent. Nem lehet rossz, mert Abba Iván mindig használja, úgyhogy... Követem, nem érdekel. Voluman. Szóval,
A suszter, aki a cipőt készíti, az nem dumál, az csak dolgozik. Nem is tud beszélni. Tudják miért? Szájában van a faszög. Ezt kérem, be kéne vezetni minden vonalon. Na, dumálós elvtárs, ham, kus, gyerünk dolgozni!